élénken él bennem még szinte minden élmény, az időzőjelesek is, mint például a latin röpdolgozatok, meg az igazi élmények is. Emlékezett vissza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a győri Cucor Gergely Bencés gimnáziumban eltöltött időszakáról. A miniszter a gimnázium ebédlőjének avatása alkalmából érkezett Győrbe, és a köszöntő beszédében Magyarország hagyományai és kultúrája megőrzésének fontosságáról is beszélt. Magyarország akkor tud erős maradni, hogyha ragaszkodik a nemzeti identitásához, és hogyha nem hagyja magától eltávolítani a kulturális, vallási és történelmi örökségét. Márpedig ebben, mármint ezen örökségeknek a megtartásában kulcs szerepe van az ezen örökséget megtestesítő közösségeknek. Márpedig a bencések ezen közösségek közé tartoznak. Az épület az 1600-as évek elején épült, a teremben látható freskók pedig az 1800-as években készültek. A rekonstrukció során az ebédlő mennyezetén található jezsuita szentek freskói is megújultak. Sárai Szabó Kelement Bencés Perjel áldásával avatta fel a hosszú ideig tartó beruházás eredményét. Az utóbbi években a győri bencéseknek a közössége nagyon is megtapasztalja azt, hogy micsoda erő rejlik abban, és milyen csodák tudnak létrejönni, amikor kapcsolatokat építünk, amikor megszólítunk, meghívunk jó szándékú, jó akaratú embereket, amikor jó ügyekért közösen küzdünk. Kívül a Loyolai Szent Ignác Bencés templom felújítása még mindig zajlik.